Nagy hagyományokra nyúlik vissza az emléktorna. Mit lehet tudni a névadóról és magáról a tornáról, milyen előzményei vannak, voltak? Hát a tornának tulajdonképpen egy szomorú előzménye volt. Zsubori Zoltánra emlékezünk, aki egy apuka volt, az Egyesületben egy elnökségi tag, és személy szerint engem az a megtiszteltetésért, hogy rengeteget voltunk együtt. Két lánya kézilabdázott, és mindkettővel dolgoztam együtt. Hol az egyik lányával mentünk egyik nap például meccsre, mondjuk Szegedre, a másik lányával másnap Békés Csabára mentünk, tehát így teltek a hétvégéink. Egyet kell tudni róla, minden mérkőzésen ott volt, ha bármit kértek tőle a lányok, mindig segített nekik, nekem mindig segített. Ketten voltunk például az Algyői Sportcsarnokba, amikor az egyik kislánynak agyrázkódása lett, jött a mentő, meg volt ijedve, fiatal, 12 éves kislány, beült a mentőbe, úgy segített nekem, én meccseltem tovább a csapattal. Utána vége volt a mérkőzésnek, mentünk be a szegedi klinikára, összeszedtük az Zolit, akkor már a kislány lényegesen jobban volt. Tehát sok ilyen történet köt bennünket össze, segített az ebédjeinket, vacsoráinkat megszervezni, és az a lelkesedés, az ami mint szurkoló, tehát az ő lelkesedése az magával ragadta időnként a csapatot is, és engem is. És ő sajnos nagyon fiatalon, nagyon gyorsan elment közülünk, és ezzel az ő emlékének hát tisztelettel adózunk. Ez egyébként a negyedik Zsubori Zoltán emléktorna. Először serdülő emléktornával kezdtünk, mert a lányai a serdülő csapatban játszottak, később Réka lánya abba hagyta a kézilabdát, Zsófi idősebb lánya az ifi csapatban játszott, és most pedig eljutott a felnőtt csapatig, és most a felnőtt tornát rendeztünk, és ez egyébként nem csak emléket állít Zolinak, hanem egy jó felkészülés, hiszen a jövő héten kezdődik a bajnokság. A mai tornára mely csapatok kaptak meghívást, hogyan történt a lebonyolítás? Mivel Bács megyében 6 női kézilabda csapat van, és 4-szer találkozunk velük, oda-vissza, nem akartam megint Bács megyei csapatot, akivel 2 hét múlva majd megint kézilabdázunk, hanem Tolna megyéből 2 teljesen idegen csapatot hívtam, akikkel soha nem játszottunk még eddig, Tengelic és Tolna csapata. Elfogadták a meghívást, bízok abban, hogy jól érezték itt magunkat. Hogyan tudnád értékelni a csapat teljesítményét, hiszen az együttes a felkészülési tornán 2 győzelmet, méghozzá magabiztos győzelmet aratott? Én nagyon boldog voltam, amikor láttam a lányokat, hogy nem izgulnak, nem görcsölnek, nem igazán merevek, hanem könnyedén, lendületből, időnként gyorsan kézilabdáztunk. Volt kapus teljesítmény, a fal, akkor van igazán kapus teljesítmény, ha előtte van egy kis fal, tehát azért védekeztünk is, abból indultunk is, és lőttünk időnként nagyon szép gólokat. Ez a torna volt gyakorlatilag a főpróbája a bajnoki rajtnak, hiszen legközelebb a Sotvadkerti TIE ellen játszotok már bajnoki mérkőzést. Mikor lesz ez a találkozó, hogyan készültök a szomszédvári rangadóra? A szokásos metodika szerint készülünk, tehát hétfő, szerda, péntek vannak edzések, hétfőn egy kicsit inkább erőléti jellegű, erősítő jellegű az edzés, de hát technikai képzés is van, meg mivel amatőrök vagyunk, azért minden edzésen igyekszünk egy 20 percet játszani, kézilabdázni egymás ellen, úgyhogy semmi rendkívüli, ugyanígy fogunk készülni a Vadkert ellen is, annyi van még, hogy az első mérkőzésünk mához egy hétre, február 12-én szombaton, 17:30 perckor lesz itt Kiskörösön.